Tisztelt Sepsiszentgyörgyiek, tisztelt háromszékiek, csíkiak, udvarhelyiek, gyergyóiak, marosszékiek, minden erdélyi, aki itt van ezen a téren, és akik nincsenek itt, de ugyanakkor velünk éreznek és velünk gondolnak egyet. Engedjék meg, hogy legelőször is tisztelettel köszöntsem azokat, akik cselekvően hozzájárultak a magyar összefogás megvalósításához. Tisztelettel köszöntöm Tőkés Lászlót, az Erdély Magyar Nemzeti Tanács elnökét. És köszönöm neki, hogy ezt a megállapodást megvalósíthattuk. Tisztelettel köszöntöm RMDSZ-es kollégáimat, az RMDSZ vezetőit, szenátorokat, képviselőket, akik ugyancsak, ugyanolyan cselekvően, ugyanolyan akarattal hozzájárultak ennek a megállapodásnak a megvalósításához. És köszöntöm elsősorban önöket. És köszönöm elsősorban önöknek azt, hogy ez a megállapodás létrejött. Mert önök akarták, önök kérték, önök parancsolták, hogy ez az összefogás létrejöjjön. És Sepsiszentgyörgy, Háromszék, Székelyföld, talán mindenkinél, minden erdélyi magyarnál jobban, erősebben akarta azt, hogy összefogjunk. Hát itt vagyunk, a parancsot teljesítettük, nem mások parancsát, mi csak egy parancsra hallgatunk, az önök parancsára, a saját népünk parancsára. És ezt a parancsot, hogy fogjunk össze, teljesítettük. Sokan vagyunk itt a téren, több ezren, legalább 5000-nyien. Sokan vagyunk, ennél sokszorosan többen Erdélyben. Legalább 1,5 millió magyar a hivatalos népszámlálások szerint is él itt Erdélyben. Sokan vagyunk mi székelyek, csak a két megyében több mint 1,5 millió székely. És hogyha Maros megye székelyeit is ide számítom, akkor legalább 700 000-en vagyunk csak székelyek. Nagy akaratot, nagy erőt jelent az a 1,5 millió magyar. Nagy akaratot, nagy erőt jelent ezen belül az a 700 000 széke, de csak akkor, ha egyet akarunk, de csak akkor, hogyha összefogunk, csak akkor ér valamit ez a közös akarat, csak akkor ér valamit ennek a 1,5 millió magyarnak, ennek a 700 000 székelynek a kívánsága, hogy itt, ezen a földön, Székelyföldön, Erdélyben élhető jövőt építsünk magunknak, mert ezt akarjuk. Élhető jövőt építeni itt Székelyföldön, szabad jövőt, olyan jövőt, amikor mi szabadok vagyunk, amikor mi döntünk a saját sorsunkról, amit úgy nevezünk, hogy autonómia. Igen, itt Székelyföldnek autonómiára van szükség. Ha összefogunk, ha egyet akarunk, akkor nem kell tartanunk semmitől. Akkor lesznek nehéz pillanataink, lesznek nehéz napjaink, lesznek nehéz időszakaink, de úgy, ahogy a történelemben sok-sok évszázadon át a székelység mindig minden nehéz pillanattal szembe tudott nézni, úgy szembe tudunk nézni mi is. Ma is van ilyen nehéz pillanatunk. Most is ilyen nehéz időket élünk, amikor magyar embereket el akarnak távolítani a tisztségükből, amikor azt a gyenge jelenlétet is, amelyet sikerült az elmúlt években megvalósítanunk, fel akarják számolni, amikor fenyegetik iskoláinkat, fenyegetik azt, amit az elmúlt két évtizedben megteremtettük. Így van! Fenyegetnek minket. Így van, el akarják távolítani a magyar embereket, de nem fogjuk engedni. De csak akkor nem tudjuk engedni, és csak akkor tudunk szembeszegülni ezzel a szándékkal, hogyha együtt vagyunk, ha egyet akarunk, ha összefogunk. Nézzék meg itt a színpadon, a hátunk mögött ezeket a gyönyörű fiatalokat, fiúkat és lányokat. Mennyire különböznek ezek a viseletek.
mondanám, hogy szinte nem is lehet közös vonást találni székelyek, kalotaszegiek, csángók viseletek között, és még hány és hány erdélyi régiót sorolhatnék be. Ugye milyen különbözőek vagyunk, szépek külön-külön, de különbözőek. Viszont mégiscsak egyformák vagyunk. Egy a nyelvünk, egy a kultúránk, egy a hagyományunk, egy az akaratunk, egy a szívünk, és ez az összefogás szíve. Ezeknek a fiataloknak egy a szíve, és ez a jövőért, egy erdélyi, közös, magyar jövőért dolog. Ezért kell nekünk összefogni. A mi jelszavunk ma az összefogás. Mások jelszava nem az. Az évszázadok folyamán hányszor gondolták velünk szemben végig azt a jelszót, hogy oszd meg és uralkodj, divident impera, ahogy latinul mondják. Hányan akartak minket megosztani és uralkodni rajtunk, és azokban a pillanatokban, amikor meg tudtak osztani minket, uralkodhattak rajtunk, akik ezt elgondolták. A mi jelszavunk nem az. A mi jelszavunk az, hogy fogj össze és légy szabad. Ne felejtsék el, fogj össze és légy szabad. Van nekünk egy szép, kedves himnuszunk, a székely himnusz. Most szeretném itt önöknek elmondani, hogy van ebben a himnuszban egyetlen egy szó, amit én nem szeretek. Lehet, hogy szentségtörésnek tűnik ez, amit itt mondok, de megmagyarázom, hogy miért. Arról a szóról van szó, hogy porlik. Marokki székely porlik, mint a szikla. Hányszor énekeljük ezt, mekkora igazság van benne, hogy a történelem folyamán úgy néztünk szembe sok-sok kihívással mi székelyek, mint a szikla, de hogy morzsolt is minket ez a sok-sok kihívás, morzsolt is minket, darabolt is, minket tördelt is, minket a történelem, fogyatkoztunk a történelem folyamán. Igazság van abban, hogy olyanok voltunk, mint a szikla, és igazság van abban is, hogy porlottunk a történelem folyamán. Én mégsem szeretem ezt a szót, hogy porlik. Tegyünk azért, hogy valamiképpen ebben a mi himnuszunkban képletesen a jövőben helyettesítsük be ezt a szót, hogy porlik, valami mással. Azzal, hogy maroknyi székely erős, mint a szikla. Maroknyi székely kitart, mint a szikla. És ha így gondolkozunk, akkor igazunk lesz, akkor értelme lesz az összefogásnak. Bizonyítsuk be ezt most, június 7-én. Köszönöm szépen!